Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Volt egy olyan kérés ö, valakitől, hogy ö, magyarázzam el, hogy hogyan állítom be a felvételeimnek a, a hangját, mármint amikor beszélek, tehát az alámondásoknak a hangminőségét, hogy állítom be. Úgyhogy most egy nagyon rövid kis tutoriát szeretnék nektek bemutatni, ami azt mutatja, hogy én mit szoktam beállítani. Nem vagyok profi, ilyen YouTube tanfolyamokról vagy YouTube videókból szedtem össze a tudásomat, Úgyhogy tekintsetek el a, a én csak megmutatom, hogy én mit szoktam csinálni, és annak mi az eredménye. Úgyhogy ugorjunk a premierbe, és megmutatom, hogy miről van szó. Tehát itt van egy klip, egyébként ez egy interjúból van. Itt, amit láttok, az egy videósáv, és külön mikrofonnal vettem fel a hangot, úgyhogy itt van egy olyan hangsáv, ami ilyen szürkével van az FX bejelölve, az azt mutatja, hogy azon még nincsenek effektek, a, a lilán pedig vannak effektek, úgy most az effektes részt azt kikapcsolom, és megmutatom, hogy milyen a hangminősége ennek a felvételnek, az eredeti felvételnek. Visszatekintve nagy szerencsém volt, hogy tavaly a 50 éves, mert arra az évfordulóra leptem meg magam azzal a két utazással. Na, tehát ebből az látszik, vagy az hallatszik, hogy ez egy ilyen elég távoli felvétel, mint hogyha távolról beszéltem volna, ezt jó lenne egy kicsit fölturbózni, hangosabb legyen, dinamikusabb legyen. Ugye megmutatom, hogy mi, az, mi lett a vége. Elhakítom az eredeti hangot, és berakom azt, amit én már meghekkeltem. Hallgassátok meg, hogy ez milyen lett. Most visszatekintve nagy szerencsém volt, hogy tavaly voltam 50 éves, mert arra az évfordulóra leptem meg magam azzal a két utazással. Ha tehát azért ezen hallatszik, hogy erősebb, dinamikusabb, kicsit föl van turbozva. Hogyan kell ezt megcsinálni? Ö, ugye elhalkítom megint a, a turbózottat, és jöjjön az eredeti hang. Uh, ahhoz, hogy ezt jól be tudjuk állítani, célszerű ilyen loop üzemmódba tenni a premiért, ami azt jelenti, hogy folyamatosan ismétel egy bizonyos szakaszt. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy itt a plusz gombra, ha rákattintotok, akkor bejön egy ilyen kis ablak, és ezt a loop playback gombot ezt szépen ráhúzzuk ide az eszköztárunkra, leokézzük, és mostantól, hogyha lejátszunk valamit, akkor ha csak egy klipünk van, akkor ezt folyamatosan ismétli, hogyha több klipünk van, akkor csak egy rövid részt kiszedünk belőle, és beállítunk egy in, egy in pontot, meg egy out pontot, és akkor a kettő között itt fogja folyamatosan lejátszani. Tehát például, hogyha ide jövök a végére, lenyomom a plate, akkor nézzétek meg, hogy elugrik az elejére, és elkezdi előről lejátszani. Problémás lett volna. Volt, hogy tavaly voltam 50 éves, tehát ez azért jó, mert nem kell a lejátszásra fog, lejátszás gombra figyelni, amikor állítgatjátok a hangot, hanem ez folyamatosan játsza le azt a kis részt, amit meg szeretnétek hekkelni. Mit kell csinálni? Hogyha ránézünk arra, amit én már beállítottam, akkor kijelöljük ezt a hangsávot, és itt látjátok, hogy rá van rakva egy ilyen reverb, ez a a vízhangot vesz ide, van egy parametrik equalizerünk, ezzel beállítjuk, hogy, hogy vokál jellegű a hangunk, tehát beszéd típusú hangot szeretnénk erősíteni. A Dynamics-szal be tudjuk állítani, hogy amikor halkabb egy beszél, ugye van, vannak olyan részek, ahol hangosan beszélsz, van, ahol halkabban beszélsz, a dynamics azt meg lehet csinálni, ezt egy kicsit fölhúzni, tehát a hangosabbak, vagy a halkabbak hangosabbak legyenek, anélkül, hogy a hangos az nagyon hangos lenne. Tehát nem egy, nem egy ilyen fix hangerősítést rakunk rá, hanem, hanem a dinamikáját tudjuk megnyomni. És a végén én rá szoktam rakni egy hard limitert, ami azt csinálja, hogy be maximalizálja a hangot, nehogy túlvezérlődjön, nehogy torzítson. Úgyhogy nézzük, hogy ez hogy működik. Először is kijelöljük azt a hangságot, amire rá akarjuk rakni a szűrőket, és itt fölül kiválasztjuk. Ez attól függ egyébként mindenkinek, hogy hogy van beállítva a programja. Nekem ez így van beállítva. Ez az effekt, ez máshol is lehet a képernyő. Amint ezt megtaláltátok, akkor ugye kezdünk azzal, hogy rárakunk egy D Reverb szűrőt. Most amikor ki van jelölve ez a hangsáv, akkor egyszerűen, ha itt duplán rákattítunk akkor magától ráteszi. Akkor rá kell raknunk egy Parametric Equalizer-t, ezt duplán rákattintok, rákerül. Ugye rárakunk egy kis Dynamics-ot, itt ezt a középsőt választom ki, ez, a, ez az, amit használni kell. Illetve a végére rárakunk egy hard limitert, ami szépen belimitálja nekünk, hogy ne torzítson a hangunk. Most, ha rámegyünk itt az Effect Controls főre, akkor látszik, hogy szépen rápakoltuk a, hangok, a, a ezeket a szűrőket. Ö, amiket én itt állítók, én ezeket a YouTube-akadémián, bocsánat, YouTube-okká és tanfolyamokon szereztem, próbálgattam nagyon sok mindent, úgyhogy nekem ezek beváltak, abszolút nem profi dolog. Ö, nyilván ennél sokkal jobban is meg lehet csinálni. Én azt mutatom, hogy én hogyan szoktam. Kezdjük először is ezzel a Parametric, parametric Equalizer-rel. Az Edit gombra, hogyha rákattintunk, akkor bejön egy ilyen kis kezelőfelület, és itt ki kell választani a Presetnél a Vocal Enhancer-t, ez fogja a beszéd formátúr, vagy, vagy a beszédet erősíteni. Ugye berak egy ilyen görbét nekünk, Nekem még az a tapasztalatom, hogy célszerű itt az alsó frekvenciákat, legalábbis nekem úgy szokott jól működni, hogyha ezt még benyomom, és a, ezeket az alsó frekvenciákat így egy picit, picit, vagy hát elég sokat így fölnyomom, akkor egy kicsit olyan öblösebb, több, több lesz a basszus benne. De ennyit állítok, semmi többet. Jön a következő, Dynamics. Itt ö, megint bejön egy ilyen kezelőfelület, itt azt javaslom, hogy ezt a ö, defaultot rá kell rakni a soft compressionre. Ez ugye itt beállít magától bizonyos dolgokat, igazából itt a kompresszor a lényeg, és ö, én beállításban szoktam hagyni mindent, kivéve kivéve ezt az egy gombot. De mielőtt ezt állítanám, még beszoktam kapcsolni ezt a limitert, és azt általában úgy hagyom, tehát ilyen mínusz egy decibelen hagyom, és figyelem ezt a kis piros ledet, hogy ez felvillan vagy nem villan fel. Ugyanis most fogjuk azt megcsinálni, hogy fölhúzzuk a halkabb hangokat, fölhangosítjuk, de közben figyelni kell, hogy ez az egészet azért tolja fölfelé, tehát a hangosat is valamennyire tolja fölfelé, de figyelni kell, hogy ne lógjunk túl a, a túlvezérlési tartományba. Úgyhogy egyrészt ezt a kis piros ledet kell itt figyelni, másrészt itt jobb oldalt kell nézni ezt a kivezérlés jelzőt, és itt figyelni kell, hogy ne nagyon menjünk bele a pirosba. Úgyhogy most szépen elkezdjük lejátszani a hangot, és ennek az állításával elkezdem fölhangosítani az egészet, addig, amíg ez csak nagyon-nagyon ritkán bevillan. Úgyhogy most elhallgatok, és nézzétek, hogy mit csinálok. Volt, hogy tavaly voltam 50 éves, mert arra az évfordulóra leptem meg magam azzal a két utazással idén ez kicsit problémás lett volna. Most visszatekintve nagy szerencsém volt, hogy tavaly voltam 50 éves, mert arra az évfordulóra leptem meg magam azzal a két utazással. Idén ez kicsit problémás. Na, tehát az látszik, hogy itt rátoltunk 6,4 decibel, tehát ilyen durván 3 decibelt raktunk rá, ugye 3 egész valamennyi volt alapból, itt fölraktuk 6,4-re, és nagyon ritkán bevillant a limit gomb. És ezzel szépen be is van állítva, úgyhogy ez be is lehet zárni, a végére rászoktam rakni egy hard limitert, tehát ugyanúgy az Edit gombra rákattintok, kiválasztom. A beszédnél én a mínusz 3 decibelt szoktam kiválasztani, ezt egyszerűen rátolom, és azt csinálja, hogy bármi történik, 3 decibelnél nem engedi hangosabbra a felvételt. Úgyhogy gyakorlatilag már majdnem kész vagyunk, tehát hogyha most meghallgatjuk, akkor már ez egy erősített hang. Most visszatekintve nagy szerencsém volt, hogy tavaly voltam 50 éves, mert arra az évfordulóra leptem meg magam azzal a két utazással. még egy dolgot rátennék, ugyanis kicsit hallatszik a vízhang, úgyhogy a vízhangból én egy picit visszavennék. Ugye ide jövök erre a D Reverb szűrőre, azt mondom, hogy edit, és itt kiválasztok egy, mondjuk egy, egy light reverb-et, tehát egy enyhén vegye le. A vízhangot. És nagyjából ezzel be is állítottam a végleges hangot. Hallgassuk meg az elejétől kezdve, hogy mi lett. Most visszatekintve, nagy szerencsém volt, hogy tavaly volt a 50 éves, mert arra az évfordulóra leptem meg magam azzal a két utazással. Idén ez kicsit problémás lett volna. Na, tehát ez lett a vége, és szerintem lényegesen jobb lett a hang az eredetinél. Ezzel érdemes kicsit eljátszani, érdemes próbálgatni, hogyha van időtök, akkor ezekkel a pótméterekkel is lehet játszani. Nekem az a tapasztalatom, hogy általában ezek az alapbeállítások ezek elég jók, néha-néha egy picit kell rajta mókolni, de igazából tökéletesen működik. Remélem, hogy tudtam segíteni a videómmal azoknak, akik szeretnék a hangjukat kicsit jobban beállítani a videókon. Úgyhogy a legjobbakat kívánom. Sziasztok!